népszámlálás és ifjúsági stratégia. Ezek voltak a központi témái az idei ifjúsági konferenciának, melyet a magyarországi németek országos önkormányzata rendezett Pilisvörösváron. Közel 40-en vettek részt a találkozón, akik most kerültek felnőtt korba. Velük most megismertették a népszámlálás folyamatát, illetve az űrlapon szereplő nemzetiségi léttel kapcsolatos kérdéseket. A nagyobb része pedig a programnak, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amik mentén buzdíthatjuk a társainkat arra, hogy a népszámláláskor töltsék ki ezt a nemzetiségi részt is, és büszkén vallják magukat német nemzetiségűnek. A háromnapos konferencia során csoportos feladatok segítségével járták körül a témákat a fiatalok. Itt például az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket sorolták fel abban a kérdéskörben, hogy hogyan motiválhatók a fiatalok a népszámláláson való részvételre. Vidám hangulatban telt a rendezvény, a szervezők azt tapasztalták, hogy nem volt unalmas perc. Annyira élvezték ezt, hogy ilyen körben itt lehetnek, és ilyen körben ilyen dolgokról beszélgethetnek, egyáltalán nem mindennapi ez a dolog, és ők is különlegesnek élik meg, mint ahogy mi szervezők is ezt annak gondoljuk, mert mi is, amikor először részt vettünk, mi is valami ilyesmit éreztünk, és nagyon örülünk, hogy most ezt mi is tovább tudjuk adni az újabb fiatal generációnak. A fontos szakmai és kapcsolatépítő rendezvényt azoknak a fiataloknak rendezték meg, akik komolyan gondolják, hogy szerepük van a magyarországi németség jelenében és jövőjében, akár helyi, akár regionális vagy országos szinten.